Sziasztok, Alex vagyok, és egy draft döntőben járunk megint, ahol is nyertünk 6-1-re. Nagyon könnyű meccs volt, hamar vezettünk egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen bomba góllal. Jött. Honnan is az előttem volt, hogy így balra áll a játékos a szaglazászló fel, és akkor onnan lehet rúgni. Na, de viszont, ja igen, De Bruyne gólja, nézzük meg, lőtt passz volt a gólpassz, nézzük meg. Kapus beleért. Jött Mané. 2-1. Még beleért pedig a védő. Aztán talált egy gólt. A legrosszabb játékos előtt, azt hiszem a Dyer. Tribute to the build-up, Alan, and the way the chance was taken in the end. Aztán hamar lőttünk még egy gólt. Még jobban nem menjen a kedve. Opportunity now. Hazard. It's a fine finish from this very talented Belgian. Innentől kezdve már alig akar játszani. Amúgy kihagytunk egy 11-est. Átadtam 4-1-4 Csipinek 11-est, és be akartam fajánkázni, de hát kapus középen maradt. Na mindegy. Ez már a 11-es után volt ez a gól, meg ez is. Hát itt már nem élet szerintem. Ennyi, igen. Kedvenc válást, most kaptuk a draftban. Chemistry az nem 100 volt, hanem csak 93, egy ilyen hibrid PL és BBVA. Volt 4 TOTS cserénk. Mindig behoztuk a Philippe, David Luiz-t meg a Walkert. És akkor ez volt a csapat. Minden Ronaldo, két Totti, csomó infom. Első meccs 3-0-nak lépett az ellenfél, aztán következő meccs nagyon könnyű volt, 8-1. Aztán a harmadik az egy ilyen hosszabbításos meccs volt, ahol 5-3-ra nyertünk. Meg ugye ez a 6-1. Most nem nézzünk oda. Elnyomom. Kilépünk. Bejönk a transfer targetba. Tehát majdnem ott van. Na, 3 pak, azaz a második legszebb szerintem. Mert szerintem akkor az a Premium Gold pak, itt van még az a Inform. Egy Premium Gold pak és két Rare Gold pak. Biztos, hogy ez lesz amúgy. Könnyítsuk ki őket. Na. Na. Hastam, ki ez? Linetti. Nem is tudom, hogy létezik ilyen játékos a FIFA-val. Nézzük, két Rare Gold pak. Úristen, Vera, Vera. Chesney, Rose, Diaby. Ére valamit ez a pálya. Semmit.
Ucsó pak, nem walkout. Egy fantasztikus 81-es van benne. Mennyi? 200. Na nyert fel a kis rövid draft. Legközelebb találkozunk, sziasztok!